Vagy epedve várunk a szüleimmel. Képes vagy ezt csinálni a születésnapomon? Ajánlom, hogy legyen valami elfogadható mentséged. A basszus! A basszus! A francba! Nem igaz! Halló? Halló, Pierre! Itt Paul Edouard! Szarban vagyok, ki se látok! Ne, megdugtad! Meg, hát persze, de most muszáj segítened! Oké, szívó! Na, mit csináljak? Talán tudok egy megoldást. Kiköpnéd végre? Cserébe tudod, mit kérek. Ne pervers! Steven! Igen? Amikor elmész, vigyázz, nehogy felébrezd a gyerekeket, légy. Hát persze, nagyon vigyázok. Nyugodj, megkaptad, piszok zsaroló? Halljam az ötletedet. Elküldöm egy irodaszámát, ők megmentik az életet. Iroda? Nem igaz. De én megnyúzom, megesküszöm az anyám életére. Bocsáss meg, mama! Kisasszony, a vőlegénye egy hős. De hát mi történt? Megmentett egy kutyát, Timit. Egy vak kisfiú kutyáját. Kórházba került, a mobilja eltörött, de... Büszke lehet rá? Én meg üvöltöztem neki a telefonba. Sajnálom. Egy szörnyeteg vagyok. Ugyan már, drágám, dehogy. Bocsáss meg. Semmi baj. Bocsáss meg, szerelmem. Nagyon fáj. És ennyi. Nem csak megúszta, hanem még külön figyelmet, kényeztetést is kapott. Hála neki. Bravo. Brilliáns. Ilyen fizikummal nyilván számtalan hódítása lehet. Ez adta az ötletet a társaságra? Nem, nagyon kedves, de nem. 10 éves voltam, amikor apám megcsalta anyámat, ez mind kettőjüket megviselte, és rányomta a bélyegét az egész gyerekkoromra. Felnőttként jutott eszembe, ha apám nem bukik le, megúszuk az egészet. Az önélet rajza lehengerlő, csak felvet egy kérdést. Hogy lehet az, hogy sehol se húzott ki többet 1/2 évnél? A rutin kimerít. Ezt tetszik ennél a cégnél, hogy nem lehet unalmas. Elnézést. Tessék. Nem vehetjük fel, minden reggel elkésnek. Miért? Mit gondolsz, mennyi idő, míg belövi zselével a haját? Te már hajnalban itt vagy, gondolom. Nekem nagyon tetszik, amiket írt, úgyhogy ha belépne, akkor üdvözöljük a csapatban. És most, ha van kérdés, ne fogja vissza magát. Csak egy lenne. Mikor kezdjük a képzésem, főnök? Jobb egy kis hazugság, mint a nagy igazság. Jelmondatunk, éld ki vágyaid, biztosítjuk alibit. François, hogy van? Kitűnően. Tessék. Köszönöm. Viszlát, fiúk, a jövő héten. François, várjon! Vigyázzon, fordítva vette fel a blúzát. Köszönöm. Kinek hoztam isteni muffinokat? Nekem! Milyen remek ötlet ez a főzőtanfolyam! Ajaj, foltozett a szoknyád a munkahelyében! De kis malac! Van, aki erkölcstelennek tartja a melónkat, holott nem mi biztatunk a hűtlenségre. Mi óvszerként óvjuk az áldozatokat, megkíméljük őket a szenvedéstől. És nem is a házasság törés a fő profilunk. Látjátok? Ezek itt Von Labbé tipikus színei. A sárga és a narancssárga. Ó, ez Roman! Tessék szívem! Szia, kicsikém! Jó estét, Jack és Martin! Jó estét, Roman! Még az irodában vagy?
Ne is mondd, előre hozták holnap reggelre a meetinget. Kezdjétek nélkülem, remélem a desszertre ott leszek. Jó lenne, ha időben itt tudna lenni. Megkaptam a fotókat Honlábbéről, meg a Biguden Múzeumról. Jaj ne, ha sajnálnám kihagyni, akkor sietek is, hogy mielőbb elsek. Csókollak! Szia, drágám! Viszlát, Roman! Hát ez remek volt, jó profi. Szuper! Köszönöm! Ezt itt adjam? Igen, meddig maradsz anyádnál? Vasárnapig, és bármi történt is, jöhetnél velem. Hogy anyádat hallgassam, és befagyjon a seggem a hegyekben? Hm? Te tudod. Jó napot, Monsieur Godin. Jól van? Jobban nem is lehetnék. Izgulok, mint légy a tehén szarom. Jó napot, Monsieur Godin. Jó napot, kösz. Mm. Jó utat, Monsieur Godin. Köszönöm, viszlát. Lát. Milyen volt Vegas? Élvezetesebb, mint a sarkifogadó iroda. Jó, tessék. Itt van a számla a Strada díjról. Oké. Okay. És itt a bofórsajt, meg a kolbász. Á, nagyon köszönöm. És ő? Miért titkolja el, hogy nyert a lottón? Még nem mondták ki a válását. Vissza, vissza előre! Vissza, vissza előre! Hello. Bemutatom Clarent. Szia. Szia. Na, milyen lett? Jó, szuper. Oké. Okay. Csinálj még sokat. A rossz fiú szerelmes. Vártál, baby? Meleg vacsival. Na, brutál volt a buli. Jó, nagyon lesz jó. Lazacot csinálok, párolt zöldséggel és mogyoróhagymával. Tényleg? És nem kéne azt a mogyorót előbb felmelegíteni egy kicsit? Bomba biztos alibit szolgáltatunk, hogy ügyfeleink megőrizhessék a titkos kertjüket, és mentesülhessenek minden stressztől. Kifejlesztettünk egy csomó egyedi megoldást, amivel igazoljuk, vagy kimentjük őket. Mi nem ítélkezünk, mert egy célunk van, hogy segítsünk az embereken. Alibi.com. Itt a szerződések, alul írd alá. És az ott a titoktartási záradék. Utána mit csinálsz? Megihatnánk valamit. Bocs, foglalt vagyok. Nem rád gondoltam. Ja. Klára, megmondtam, hogy ennyi volt. Én sosem kötelezem el magam. Akkor hallgassunk egy kis zenét. Ne, megint Greg számai. Nem bírom a 80-as évek. Hülye vagy, a legjobb korszak. Nekem ez tetszik. Ugye? Köszi. Greg, állj meg egy kicsit, légy szíves. Miért? Beszélnünk kell. Mi van? Áruld el, hogy mit akarsz Maddie-től. Ne kezd már megint. 20 éve ismerlek, és megcsaltalak egyszer is. Akkor ne parázz, nem veszi át a helyedet. Szuper csapat vagyunk, emlékszel? Batman és Superman. Hát igen, épp ez az. Szerinted beleillik a csapatba egy muzulmán? Hagyd már ezt. Jó? Gyerünk. Ne csináld már. Ennyi. Na, van még kérdés? Nincs. Jó. Vagyis van. Miért nem jársz Klárával? Tök helyes csaj, nem? Mert nem szerettem bele. Mindig ez a duma. Tisztában vagyok vele, hogy sokkolt a szüleid sztoria, de nem kéne elutasítanod a szerelmet. Nem utasítom el, csak nem jön. Az más. Mit ugatsz bele? Sose voltál nővel. Egyetlen vaginát láttál anyádét. Ezt te nem értheted. Tartogatom a szüzességemet a szívem választottjának. Mert gyáva szar vagy. Igen. Le kéne már jönnöd a videójátékokról. Ez gyalázat. Hogy tudnak ilyesmire vetemedni? Ez egyszerűen undorító. Gyere, kis hógombóc. Várj. Állj! Neki csapódott valami a szélvédőjére. Ne habosszon!
Luki! 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 Nem vagyok normális. Szegény Luki, olyan fiatal még, és olyan cuki. Ne vádold magad. Végső soron nem a te hibád. De igen, magammal kellett volna vinnem pisilni. Csak ha néznek, nem tudok. Na, hogy van? Hogy lenne? Kimúlt a kutyuskája. Nagy kő esett le a szívemről, rühelem az állatokat. Ne szipog, csak ugrattalak. Jól van a kis hülye. Kicsit összetöppet, de holnap indulhat a Roland Garroson. Az aztán az anyag, beleszívsz? Ránctalanítja a segged. Te, szőkeherceg? Nem, köszönöm. Ezért vagytok ilyen búval baszottak. Gyere el holnap, megkapod a korcsodat. Na jó, itt. Akkor ez? Szuper. Igen, szerencsére. Aha. Nem tudom, hogy köszönjem. Pénzt akar? Vacsorát? Egy szopást? Ó, nem úgy értem. Az idegességtől meg a fáradtságtól félrebeszélek. Semmi baj. Nem is vagyok éhes. Jól van? Igen, hogy ne. Jó, hát akkor... Nekem is mennem kell. Oké. Okay. Nagyon köszönöm, hogy elkísért. Természetesen. A nevem Florence. Florence Martin. Gregory. Gregory Vanifel. Örvendek. Én is. Haza is vittük Klárát. És nálad minden oké? Nem is tudom. I wonder how I could steal your heart, my baby. I'd give my life. Jelölés elküldve. Jó napot! Jó napot! Tudja, én egy nős barátom ügyében jöttem el. Találkozott egy fiatal lánnyal, és együtt töltené vele a hétvégét. Az érdekelne, hogy tudná-e neki segíteni. Jó. Hogy hívják a barátját? Tessék? Csak a keresztnevét. Jean. Jean-Claude. Jean-Claude. Oké. Okay. Akkor mondja meg Jean-Claude-nak, hogy mindent elintézünk flottul. Igen. Be fogjuk vetni a dublőrünket. Ő megy majd el helyette oda, ahol Jean-Claude-nak kéne lennie, és az ő kártyáját fogja használni, úgyhogy lebukás kizárva. Mi pedig adunk neki egy másik hitelkártyát Jean-Claude-nak, amivel vásárolhat bármennyit. Nem fog megjelenni a számláján. Ez jó. Hova akar menni? Tessék. Kamba? Á? 70%-os akció, takarékos barát. Hát nem is tudom, biztos. Oké, okay, akkor haladjunk. Adok egy űrlapot, hogy megismerjük Jean-Claude-ot, hogy a legjobb alibit találhassuk ki. Oké? Okay? Akkor viszlát, Jean-Claude. Akkor viszlát. Minden jót. Luki jobban van. Meghívna téged vacsorázni. Csak Luki kedvéért volt. Ez nem egy szokványos vacsorázó hely. Azt hitted, Randira hívlak? Dehogy is. Különben is láttam a Facebookon, hogy foglalt vagy. Nyomoztál utánam, de cuki vagy. Amúgy csak stratégia, hogy beírtam. Különben egy csomóan rám akaszkodnának. Nyugi, én nem akaszkodom rá, csak Luki állapota érdekelt. Merő udvariasság. Értem. Akkor folytasd az udvariasságot. Az! És mivel foglalkozol, ha nem bowlingozol, vagy az erdőben pisilsz? Jogász vagyok. Vagyis? Mit csinálsz? Alkalmazom a törvényt. Nem bírom a csalókat, kóklereket, szélhámosokat. És te mit csinálsz? Hogy én? Én... Stuart vagyok. Szuper! Bocsi. Nem áll ez komoly? Jean-Luc lája csengő hangot. Most kiröhögsz, mi? Imádom. Na és? Most te jössz, utaskísérő. Jó. Ragaszkodsz a csúf vereséghez? Te akarsz engem megverni? Fogadjunk? Bármibe fogadok. Oké.
Ne görcsölj, úgyis elrontod. Pszichológiai hadviselés, ehhez nincs jogod. Vissza és fordíts hátat, vagy nem ér az egész. Gyerünk! Majd is. Engem senki nem erjen. Majd isnak hívni. Strike? Igen. Nem hiszem el. Tessék, én győztem. Lukika, masszív kis ember. Az, valóban. Mehetünk? Most boldog vagy? Durva volt. A ruhám. Rég röhögtem ennyit. Szuper. Cikizel a csengő hangom miatt, te meg Van Damme filmet nézel? Ne viccelj, a véres játék a legjobb film, és a legnagyobb kudarcom, sose tudtam lekopintani a pörgőrúgását. Komoly problémáid vannak. Na, ne légy cinikus, csak mert lúzer vagy a bowlingban. Remélem másban azért nyerőbb vagy, mert így az én sikerem se ér annyit. Oké, állj fel. Mi van? Állj fel. Aki elneveti magát, kap egy pofont. Oké. Nem. Ehhez nincs jogod. De... Néha veszteni kell. Mehetünk? Sőt, füzenet, ha lerőses. Nomba de la vérité. De szabrevant une aventure. Sort un peu de la banalité. De azért ne bízd el magad, Greg. J'en ai assez de ce carcan qui m'enferme dans toutes ses règles. Il me dit de rester dans la dent, mais l'on finit par s'y ennuyer. Alors je cherche le bouclier. Nagyon sajnálom, Flo nem mondta, hogy ma jön az új bejárónő. Az anyja vagyok. Igen? Ez Flo. Azt írja, fél órát késik. Jó. Mi van? Bocsánat, csak... Én sokkal jobban, mint te. Abba hagynád a kedvemért? Jó, van, akkor egy. Sziasztok! Charlie, mit keresel te itt?
Mondtam, hogy nem vagyok babysitter. Nem akarok iskolába menni, mindenki csak csúfol. Na jó, de ebben a hónapban már volt náthád, hasmenésed, meghalt a nagyanyád, most mit találjak ki? Mondjuk, hogy elkaptam a klimaxot a mamától, ő sem ment be emiatt dolgozni. Na. Jól van, írok egy igazolást, gyere vissza. Egy óra múlva. De ez volt az utolsó. Kész van, Greg, a kocsid ragyog. Kösz, Medi. Zavarba hozol. Ugyan, csak 2 perc volt. És mégsem mehetsz anyósodékhoz piszkos autóval. Találkozol a szülőkkel? Igen. Jó, hogy megtudom. Hát, te nem hallottad? Bocs, Augusten, totál feszkó vagyok. Nyugi, haver. Nem lesz gond. Azok után, ami az anyósoddal történt, rosszabb már nem jöhet. Szia, papa. Bemutatom Greget, a rendőr utaskísérőt. Ő a papám. Jó napot, Jean-Claude. Gérard. Gérard, bocs. Gyertek be. Gérard, te piszkálod a képemet? Ez mindig Ferdén áll. Jaj, kislányom. Szia, mama. Jó napot, Marlen. Jó napot, Greg. Ma inkább azért felöltözött. Jól tette, még frusztrálná apádat. De miért van 5 teríték? Meghívtam Morist is. Akkor vidámesténk lesz. Jaj, szegény. Most vált el a feleségétől, aki fűvel fával csalta. Mindenki tudta, csak ő nem. Szörnyű, nem? Valóban. Főleg, hogy hülyének nézték. Szegény belebetegedett. Szörnyen néz ki. Kéz ideg, roncs. Itt vagyok. Ó, bocsáss meg, nem hallottuk, hogy bejöttél. Semmi baj. Hoztam egy kis ajándékot. Jól fog mutatni a nappaliban. Nem kellett volna. Meg kellett csinálnom. Pont 532 órát töltöttem el vele. Gérard, nem lenne ilyen. Ugyan. Jó, hozok fel bort. Velem jön, Greg? Én is hoztam egyet. Jó, de rendes bort. Megyek én veled, ha akarom. Ne, te csak maradj. Jöjjön! Még hogy Stuart! Aljasul becsapja a lányomat. Maga beszél. Az erkölcs lovag, Jean-Claude. Na! Itt a vége, befejeztük. Ezt nem csinálom Flóval. Szó se lehet róla, hogy befejezzük. De felbontjuk a szerződést. Azt teljességgel kizárt. Azt mondta, vége, Gérard. Oké. Semmi gond. Köszönöm. Meglátja, sokkal jobb lesz így. Becsületesebb. Igaza is van. Fő a becsület. Mondjuk meg Flónak, hogy milyen munkája. Azért azt ne! Nagyon kérem. De így becsületes. Bár nem hinném, hogy valaha is megbocsátja. Az előző fiúját azért rúgta ki, mert csalt a Monopoly-ban. Nincs választása. Attól tartok. Az összes pasiát zsarolta valamire? Hát maga az első, akit idehozott. És ez hol van? Új Delhi, 87. Az orvos a katárok nélkülben. Mennyi emlék? Csodálatos. Volt, valóban. Ja, ez maga Morris? Ó, igen, a fiammal és a feleségemmel, mielőtt megcsalt volna. A maga kisfia? Igen, azt mondják, hogy 1 millióhoz, hogy valakinek fekete gyereke szülessen. Mi vagyunk az 1 millió vadikok. Kinek a lottó főnyeremény jut, kinek egy csoki fiú. És ki ez itt a másik képen? A falu vezetője, szimpatikus ember, gyakran jártunk hozzá. Ó, itt ismerkedtünk meg Gérardral. Táncoltunk, ahol csak lehetett. Mi voltunk akkor Jay-Z-je és Beyoncé-ja. Hiába, eljárt felettünk az idő. Egyébként most lesz a 30. házassági évfordulónk, és Gérard nem lesz itt. Tényleg? Gyógyszerész kongresszus lesz Beauvais-ban. Ó, szegény drágám. Éva, Meló. De én veled leszek, mama. Greg is épp elutazik Tanzániába. Elhívjuk a szeretőinket. Csatlakozhatok, hogy feldobjam a hangulatot. Ó, ne áldozd fel magad, ez olyan csajos buli. Én is mutatok pár képet. Összeköltöztök. Igen, találtunk egy szuper lakást. Már csak a válaszra várunk. Olyan boldog vagyok. Nem mondtad, hogy én vagyok az első, akit bemutatsz. Féltem, hogy megijedsz. Szegény anya olyan depis mostanában. Unatkozik, mióta nyugdíjas, és egyedül lesz az évfordulójukon, sajnálom őt.
Próbáld meg felvidítani. Azon leszek. Mondtam már, hogy szeretlek? Nem. Hülye vagyok. És nem akarom, hogy elmenj, Greg. Üdvözöljük a kongresszuson, Monsieur Martin. Isten hozta Bovéval. Drágám, ezt az üzenetet már Tanzániában olvasom. Remélem, jó utaztál. Hiányzol. Most megvan. Megvan. Most még sincs meg. Na, franc. Tessék, Gerard. Mondja, milyen tárgy ez, amit adott nekem? Reggeliztem, ittam pár üveggel, és már leismerünk. A kis medvém! Mi? Biztos be? Halló? Halló? Ott van még? Halló? Halló, Gerard? Igen. Ura, általában elég szokott lenni. De. Megkérdezte, mennyi egy üveg pia? De elnézést, uram, mennyi egy üveg perzső? 1000 euró. Mi? Jól hallottam? 1000 euró? Jó, feltöltöm a kártyáját, de kicsit fogja vissza magát, jó? Persze, visszafogom. Legyen nyugodt. Hívd emlő a testőt! Még nem lájkolták ezt a klippemet. Tényleg? Mit lájkolnak ezek, ha nem ezt? Fantasztikus. Viszont már egyel többen látták. Ne bízd el magad, minket is beleszámol. Talán fel kéne adnom. Sose fogok befutni. Ó, ugyan már, ezt hallani se akarom. Tudod te, mikor futott be Louis de Funès? Én nem ismerem a régi énekeseket. Na, engedj. Egy pezsgő fel tudna most dobni. Pezsgő? Ja, egész nap pezsgőt rendeltünk. De nem ittunk. Olyan formában leszek, mint a múltkor. Halló, szobaszervész? Hozzanak egy Dom Perignont a szobámba, kérem. Micsoda? Mi az, hogy elfogyott? Egy ilyen hotelban? De hát ez botrány, de... Elfogyott. Hallatlan. De leizgulj, beugrom a városba és hozok. Kösz, kis mackóm. Átvegyek egy szexibb cuccot. Persze. Sikerült beszélnem Morisszal. Igen? És de átmegy megetetni Lukit. Ah. Nehogy ráragassza a depresszióját. Tényleg, a recepción azt mondták, ha strandolni akarunk, az Elosplást ajánlják. Csendes, nyugodt hely, állítólag. Nem tudom, felvegyek-e fürdőruhát. Elhisztam. Aj, ne viccelj már. Még ha a papa panaszkodna, de te? Tényleg beszéltél vele? Nem sikerült. Megpróbálom most. Meglepetés! Mit keresel te itt? A 30. házassági évfordulónk van. És a kongresszus?
vannak az életben prioritások. Honnan tudtad, hogy itt vagyunk? Adtam neki üzenetet, amiben közöltem. Igen, persze, az üzenetet biztosra mentem. Vagyis jöttem. És ez az ing is a meglepetés része? Rózsaszínben még nem láttalak. Tetszik? Na és hogy akadtatok rá erre a nem túl puritán hotelra? Hát, neked köszönhetjük. Nyitva volt a laptopod a hotel ajánlatánál. Értem. Gondoltam, ez jó lenne anyának. Igazad van. És hol a bőröndöd? Ne is említsd. Elvesztették a reptéren. Ez bosszantó. Az. Rendkívül bosszantó. Fölöttébb. Bosszankodom is. Á, ez Greg. Szerelmem, Mizu. Megérkeztem, minden szuper, kemény volt. És te, jól vagy, szívem? Hallgattam rád, elhoztam a mamát egy hotelba. Biztos jót fog tenni neki. De mennyire? Főleg, hogy egy meglepetés várta. Kukucs. Na? Kukucs. Szia, Greg, jól vagy? Milyen Tanzániában? Köszönöm, jól vagyok. Tanzánia csodás. Tele van zebrával. Mázlista, küldesz képet? Igen, hát persze. Ha te is itt lennél, tökéletes lenne. Én is szeretnék veletek lenni. Alig várom, hogy hétfő legyen. Én is. Akkor leteszem, hulla vagyok, és rossz itt a térerő. Holnap hívlak, addig hagylak a szüleiddel. Pedig megmutattam volna a mellem. Jó így, drágám. Pihent ki magad. Én is csókollak. Mi ez, valami rossz vicc? Inkább durva. Ők is ezt a hotelt választották. Állítólag az én laptopomról nézték le. Hol van Cynthia? A szobánkban. És én most mit csináljak? Flo elkezdett kérdezősködni. Nincs cuccom, nincs rajtam gyűrű. Hol a gyűrűje? A katyám alá rejtettem. Jó, mindent elintézek. Legyen magánál a mobil. Jó, most jönnek. Le kell tennem. Halló? Halló, Cynthia Bellini? Igen. Jó napot, itt a partiőrség. Azért hívom, mert tudatnom kell önnel, hogy Gerard Martent előállítottuk ittas vezetésért, és a kiózanítóban tölti a következő pár órát. Nem lep meg, egész nap ivott. Ezt följegyzem. Nos, csak ennyit akartam, amint kiengedik, fel fogja hívni ön. Most nem beszélhetek vele? Nem, asszonyom, ez a kapitányság, nem a kórház. Jó, értem. Puszilom. Francba. Menni fog. Van egy aprócska, Bibi. A riasztót kikapcsoltuk, de mi lesz a kamerával a nappaliban? Elvágjuk a villanyvezetéket. Gondoltam erre az eshetőségre. Már is intézem. Nem, te itt maradsz szépen. Én intézem el. Te még próbaidős vagy. Oké, bent vagyok. Vágom a vezetéket. Küldetés teljesítve, vezeték elmetélve. Jó, akkor ezt intézem én. Maradj itt, Greg. Betöröm az üveget. Nehogy megsérülj. Jól vagy? Aha. Nem folytatod? Később. Kulcs a virágcserében. Oké, okay. Ti most összepakoltok pár ruhát a táskába. Én megkeresem a gyűrűt. Rámen, gyere és figyelj! Itt a rendőrség. Honnan tudja? Bukjunk le! Luki! Luki! Basszus, ez Maurice. Ő ad enni a kiskutyának. Na gyere, tessék, egyél szépen. Gyertek, bújjunk el.
Hát igen. Jó rég nem találkoztunk mi ketten. Hiányoztam. Te is hiányoztál nekem. Imádom, mikor így nézel rám. De jó is volt együtt, ugye? Igen, csodás volt. Én kis cukorborsom. Milyen bájos a pofikád. Van benne egy kis kokottság. Egy egész kicsi. Az ennyi viszont jó nagy, mi? Elintézted az X-ert? Igen. Az utolsó percben. Csúcs. Medi, elintézted a hotelt meg a névkártyát? Igen, mindent. Jó, akkor már csak az átkozott zebra hiányzik Flónak. Honnan szerezzek? A francban. Mi van? Csak elfelejtettem valamit. Mondd, mit? Apróság. Mondd már! Na jó, még nem említettem, de van egy enyhe narkolepsziám. Gyógyszert szedek rá. Ennyire komoly? Mr. Tökése hibátlan. Semmi gond, a pihenőhelynél leállhatunk egy kávéra. Addig kibírod? Persze, tovább is. Szuper. És régóta tart? Ó, oh, Medi! Medi! Ó, oh, Medi! 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 Ébredj már fel! Medi! Na, Medi! Na, na! Ez kurva turva! Miért nem beszéltél erről eddig? Mert féltem, hogy nem vesztek fel. Emiatt nem kapok állást sehol, pedig már rühellek anyámmal lakni. Vegyük meg azt a gyógyszert egy patikában. De csak receptre adják. Nagyon sajnálom. Ha lehet, megállok, az biztosabb. Nem mondod. Most miért nem álltál meg itt? De Medi! 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 Na! Medi! Na! Bocsánat. Ez tiszta horror. Francba! Medi! Nem már! Medi! Elég! De... Ébren van! Tökre éber vagyok. Á, akkor bocs. Inkább vedd át a kormányt. Oké, az a tuti. Mi van már meg itt? Itt megcsinálhatjuk az ebrafatódat. Gyere szépen! Gyere, csíkoskám! Gyere velem! Gyere, gyere, gyere! Gyere, csinálunk egy selfie. Mosolyog. Gyere szépen, ez az. Mutasd a csíkjaidat, ne szégyeld. Várjátok, nem látni jól a zebrát. Told már meg a seggét. Menj szépen. Menj kicsi zebra, menj. Azaz, na még. Ez beletrapált. Te mit fiogsz ezen? Szétrugta a módjimat. Legalább használod. A pofárugat. Most legalább befogod. Medi, látsz? Igen, amit érdemes, az biztos. És te is jól vagy? Feltökkel is. Oké, akkor folytassuk. Nem lesz meg a fotó. Gyertek, keressük meg. Vadállatok közt egy macskától szarsz be. Egy macska kiszámíthatatlan.
harcolok tovább. Alul maradnék. Gyertek, lépjük le. Augustin, várj! Mi van? Várj, csík, és meg vagyunk mentve. Kérdezném tőled. Kislányom, kérlek, ne mondd el anyádnak. Madame Matin? Nem, ő a lányom. Ah. Mit gondolsz, ez tetszeni fog anyádnak? Nem tudtam, hogy miért vegyek neki. Ah, viccelsz, ez csodálatos. Ez egy vagyomba kerülhetett. Igen? Hát, de miért jöttél utánam? Azt hittem, reggelizni mentél. Lent találkozunk. Igen. Tudod? Jól van, a lánya most már békén hagyja. Remélem is, sose bocsátana meg. Apropó, tényleg olyan bazi drága ez? Mennyi? Mennyi a bűntudatára? Jó, itt van a jegygyűrűje. Köszönöm. Valamint a csomagja is XLR-vész cédulával. Most a legfontosabb, hogy elhagyják a hotelt. Igen. Úgyhogy szerveztünk önöknek egy egész napos bortúrát. Na és Cynthiával mi lesz? Miatta ne aggódjon. Cynthia? Igen. Mikael, örvendek. Ő Abdel, a munkatársam. Örvendek. Szerencsés vagyok, hogy épp most, és épp itt vannak. Nekem van mákom, hogy megláttam a Le a konzumnőkkel című klikét. Tényleg? Tetszett maguknak? Felfedtű. Kemény meló állhat mögötte. Hogy jutott eszébe a téma? Irtózom a szilikon mellőektől, akik pezsgőben úsznak az öregek pénzén. Megértem. És maguk mióta producerek? Én 10 évet húztam le a Universal Musicnál, mielőtt saját cégem lett. Tessék, azóta olyan művészekkel dolgozom, mint Luan, Stromae, Lafouine. Lafouine egy zseni? Tudom, köszönöm. Együtt jöttek, mert itt van. Ez orbitális. Most Szabin van. Nem akarja üdvözölni? De igen, persze. Már is megyek. Ott a helyem. Hey! Hogy vagy, haver? Üt kell összefutnunk! Megy a lazulás, tesó? Rád fér? Ki vagy te? Mi az, nem ismersz meg? A koncerted után dumáltunk. A büfében. Emlékszel? Ez most szivat? Mit akarsz? Hát én a WC-t kerestem, amikor megláttalak. Baszki, ez Budi GPS-nek néz. Jó csávó vagy! Ez mi a fasz volt? Megütötted a vállamat? Nagyon sajnálom, bocsáss meg. Kiengesztelhetnének valahogy? Bocs. Tessék. Egy válverésed? Semmi gond. Én állom. A vendégeim vagytok.
Tudtam, hogy jó fej vagy. Jó fej vagyok. Akkor köszi szépen, köszönöm. Kösz szépen. Akkor viszlát, fiúk. Na húzz el. Na, megyek, csak. Milyen édes pofa ez. Kicsit nehéz lerázni, de imádom. Egy kalapot. Nem, köszi. Mit akar inni? Pezsgőt kérek. Pezsgőt? Oké. Okay. És maga mit iszik? Egy repót. Kicsit leeresztett. Gerard és Marlene a bortúrán. Flo nincs velük. Megkóstolják, és vissza. Hol van? Ez az edényedre szolgál. Tudom, nem tudom. Itt nincs. Tehát a most kóstolt borunk fő tulajdonsága, hogy testes, de enyhe gyümölcs íz is jellemzi. Felismeri valaki, hogy melyik gyümölcs dominál benne? Hát a marakuja. A fáma szerint már 13. Lajos is mindig ezt a bort itt a húsvétkor, mert, mint mondotta, nagyon jól harmonizál a bárány ízével. Jó, tehát, mint mondottam, 1930-ban Sebastian Hamel újra telepítette a borvidéket. Ez annyira idegesít. Ssss, talkapom már. Én nem köpnöstem. Itt a kicsit kimegyek. Ssss. Meneküljünk! Ez a pasi irritáló Morisznál! Marlene! Gyere vissza! Nem érted, mi bajod van? Nem mondhatjuk itt az egészet csak így! Csak azt nem mondd, hogy érdekted ezt a képviselést! De akkor is! Nézd csak, ezzel megyünk! Ne csinálj! Menjünk vissza! Ne herkedj, Marlene! Még sose tudja lesz! Ragadó a kastélyod? Na jó, ne locsolj ki, gyere! Mondtam, hogy újabb földre is rázta meg Afrika keleti részét. A legnagyobb erejű földmozgás Tanzániában volt. A hivatalos jelentések szerint több százalék... Felhangosítanál, kérem? ...akik között feltehetően külföldi állampolgárok is vannak. A francia Jézus. Vörös kereszt kéri, hogy akinek módjában áll... A szintiát lecserélem majd kikire, azt hiszi nem jó, mert abban Y-on van. Kiki, rád írott a szerencse, ne engedem ezt a francba. Kiki a kokot! Még nem befutott! Egy lóra tett és arra tett! Sajnálom, a stúdió az, itt kell hagynom egy percre, okay? Kiki jobb, mint bárki! Oka csin-csin! Tanzániában? Igen, megtréfáljuk. Higgy azt, hogy ott vagyunk. Oké, okay, de ugye aztán megveszed a kalapjaimat. Persze, hogy megveszem, te lafkós. De nehogy túljársz, hallod, mert lebukunk. Semmi probléma, haver! Elárulom, hogy én színész voltam otthon. Úgy hívtak a Zairi Vilcvisz, érted? Csúcs. Ah,
Drágám! Édesem, épp most akartalak hívni, hogy vagy? Én kérdezem, semmi bajod? Miért lenne? Minden szuper! Itt egy srác, aki megmutatja a környéket. Képzett, Párizsban tanult. Jó napot! Tudu vagyok. Tanzániában vagyunk. Tudja, hogy ott vagyunk. Te turistáskodsz, amikor földrengés volt? Milyen földrengés? Igen, a földrengés. Igen, de ez a rész most kimaradt. Tudod, Tanzánia egy hatalmas ország szerelmem. Ha tudnád, hogy megijedtem. Egy csomóan eltűntek, féltem, hogy egyedül kell fizetnem a lakbért. Te vicces vagy. Nyugi, Dudu, visszavisz a szállodába. Igen, már is viszem a Sofitelbe. Tanzániában. A Sofitelben laktok? Nem is tudtam, szuper. Igen, ez a minimum. És te mit csinálsz ma? Úszni akartam, de sokan vannak. Egy plázsra megyek. Igen, tök jó. Melyik plázsra? Azt hiszem, úgy hívják Zélosz. Azt mondják, tök jó. Csúcs! Ez itt Tanzánia. De fogd be. Tanzániában vagyunk. Most leteszem, megyünk a hotelba, oké? Okay? Na, szia! Puszi! Ez itt Tanzánia. De nem Tanzánia. Letettem. Most nem Tanzánia? Oké, okay, fantasztikus hírem van. Párizsra beszéltem, azt mondják, találkozni akarnak veled. Igen, mikor? Most rögtön. Nem hagyom a hotelban a cuccaimat. Akkor menj fel értük, hip-hop, baromi türelmetlenek. Ez komoly. Bekerjedtem totál. Siessünk. Vészhelyzet van. Flo, ide jön. Maradj itt és tartsd rajta a szemed. Nehogy feljöjjön a hotelba. Okay? Igen, leszek. Nem, ez csak neves. De emlékeztes rá, hogy sose engedjelek vezetni. Úgy sajnálom. Mit sajnálsz? Hogy ilyen idegesítő lettem. Ó, nincs mit sajnálnod. Mindig idegesítő voltál. Ó, most megnyugtattál. Mióta nyugdíjban vagyok, mintha. Na. Nem lennék jó semmire. Nem is élnék. Ez érthető, imádtad a munkádat. Tele volt izgalommal. De még sokat tartogott neked az élet. Talán indulsz a Dakaron is. Tudod, ha félreléptél volna, talán meg tudnám érteni. Ezt most mit mondod? Na és te? Gondoltam rá. Nem figyelsz rám, sokszor rám sem nézel, nincs közös élményünk. De nem csaltalak meg. Mert nagyon szeretlek. És örülök, hogy jól maradtam. Ez a csodás meglepetés hétvége. Jó, figyelj csak. Ne merengjünk a bóta, ne nosztalgiázzunk. Tegyük fel, hogy olyan vagy, mint egy kavics. Lapos? Vége? Na nem ennyire. Te döntöd el, hogy elmerülsz, vagy visszapattansz. Taníts meg. Rendben. Tessék. Jól az átvast. Párhuzamosan a vízzel. Nem, nem. Nem hittél benne. Optimistában. Próbálj meg. Ez az! Akkor most arrébb megyünk. Napvédő tessék! Kalapot, napvédő tessék! Nem kell félni a napfénytől, de óvja magát a leégéstől. Egy szép kalapot, jól mutatta benne. Nagyon olcsón adom. Meg fogja válni. Kinek adhatok napvédőt? Jó napot, asszonyom. Egy szép fokoláncot. Dudu? Nem, én Baba vagyok. Bocsánat, összekevertem valakivel. Nagyon tetszik a ruhája. Igen? Akkor vegyen egyet, tessék, nézzem meg. Jó ötlet, veszek. Na, vedd fel, légy szí. Sofitel Zanzibar Airport, miben segíthetek? Hello, beszélhetnék Mr. Gregory Van Üfellel, kérem. Egy pillanat, kérem. Sajnálom, hölgyem, de nincs ilyen nevű vendégünk. Biztos? Nekem azt mondta, ott van. Igazán sajnálom, de nem találok Gregory Van Üfelt. Értem, köszönöm. Mi itt vagyunk?
Kösz, fiatalok! Nincs mit öreget. Emlékszel, milyen jókat bulisztunk? Vagy 20 évvel ezelőtt. Waking up, waking up, breaking those family's chains, I'm breathing. Waking up, stepping out, recognizing this change I'm feeling. And all the walls are shaking, and all the links. The fellas know I'm a dime, they said to me with a line. They can't believe a girl as cute as me is sick with her, as cute as me is sick. I'm an independent diva, we'll decide that you love me, so check it out. Breaking up, breaking up, breaking loose from these chains I'm breathing. Waking up, stepping out, recognizing these chains I'm az, mi történt? Semmi. A kollégám tegnap bealudt, és neki ment egy korlátnak. És ő miért nem jött velünk? Neki ott kellett maradnia a fontos üzleti ügyben. Raffinált ötlet. Micsoda? Ez a lerobbant kocsi trükk. Hát ez sajnos igazi. Hát persze, az én mellem is igazi. Cuki vagy. Anya! Bocsász! Ó! Oké? Hello, Medi, én vagyok. Nem tudom elérni Greget. Felhívnál majd, hogy elvitte el Cynthiát Párizsba? Én sajna elvesztettem Flo szüleit. Kérem! Kán központjába. Ezt megbeszéltük, pattan. Ó, köszönöm. Hová öltöztetek ki? A szuperhősök estéjére. Velünk jössz? Szuperhősök? Igen. Nem mehetek, dolgom van. És nem is vagyok beöltözve. Ugyan, remélem, ne izgulj. Csak találunk valamit. Köszi. Te fura. Mi ez? Ez a Beautiful Life. Ez az, amivel az élet rögtön tud kerálni. Gyere velük, nem bánom meg! Nem, sajnos nem lehet. Gyere már! Gyere! Nem, sajnos nem lehet. Nem, sajnálom. Hogy kerültem ide? Az ügyes felfújható matracodon.
sokára francia földön leszünk. Mi a neved? Hú, az anyád! Hú, a rendőrség! Gyerünk! Várj, várj! Bújjatok el! Én feltartom őket. Köszönjük neked. Köszönjük. Na, siess. Oda menekültek! Ott rendeztek el! Ott vannak! Arra menekültek! Én francia vagyok! Na persze, én meg csak vizet iszom. Hasogat a térdem. Nekem a csípőm fáj. Flo, itt vagy, kicsim. Istenem. Köszönöm neked ezt az estét, Bombikám. Bombi. De rég hívtál már Bombinak. Igen, tudom. Szeretlek. Én is szeretlek téged. Gyere, Bubi, simogasd a vénuszdombomat! Cédul, kamarok! Nem azok? Nem azok! Jó volt a parton, kicsim. Szóval szervíz. Vízbe folytam magam. A töltött kagyló kinek lesz? Én kérem. A homárfarok nyilván a hölgyé. Tessék, parancsoljon. Köszönöm. Ajánlhatok esetleg egy prima vegatálat önnek? És én egy prima fodrász neked? Jó étvágyat. Mi a baj, kislányom? Mondtam, hogy nem vagyok éhes. Greg miatt van. Megcsal valakivel. Mi? De honnan veszed ezt? Hazudott. Nincs Tanzániában. Felhívtam a hotelt, nincs ott. Jó szállodát hívtál? Az összeset felhívtam. Gazember. Végre bízni tudtam egy pasiban. Hopp, gyertek utána! Gyere! Hopp! Hopp! Fázom. Nem ölelne át? Inkább odaadom az akomat. Tessék. Mi lesz már? Még csak mutatom. Hoppá! Így nem leszel maradón a fürgében, te folyam! Lekötelezett, uram, hogy a segítségünkre sietett. Hálával tartozunk önnek. Én Cynthia vagyok, örvendek, és ön? Ja, Marco. Marco Garcia, a Garcia klánból. Ő a Gágyim. A nőm Josie. Josie Garcia. Nem, ez Tipli. Imádom az ilyen láncot, kagylók. Nem, fogok. Kinek a fogai? Az attól függ. Ez itt azért a köcsögé, aki ezt csinálta nekem. A farkát kellett volna levágni, hallod? De csak a fogát ütöttem ki a gyökérnek. Marco! Hogy ez a csukváron már is bánok kárdevlom már róla? A mi szemre elzábrál és a pori pinkára? Mi? Azt, hogy mondtál nekik, igen! Marvallak te! Igen, te kamera megy, hogy hogy most ezt már nélész! Foga meg semmi, az a rovéletet, hogy ezt neki! Hogy a tegra menj meg! Minden sült meg téged az anyád? Hát nem értettem mindent. Mi történt? Hogy mi történt? Egy gali ellopta a zebrákat, az történt, vaze! És ezt a rosszat csinált hagyta itt! Mutasd meg, mit csinált vele! De nyugiság van, elkapjuk. A megfigyelő kamera felvette. Remélem, jó fogazata van a csábónak, mert új lánc lesz a dandóiból. Nem irigylem. Jó, hát akkor minden is szavarunk tovább. Látom sok a dolguk. Minden esetre köszönjük a vendéglátást. Itt maradsz a valagadon. Egy Garcia senkit sem hagy a szarba. Mindjárt megnézzük a videót és beviszünk a városba. Köcsög vagy? Hagyd át a Gágyirat a topánkájában esni kelni, mi? Gágyi, köszi, ez nagyon kedves, és annyira nem sietünk. Az a gond, hogy én loptam el a szemrát, de ragaszkodnék a fogaimhoz. Bocsánat.
Merre van a toalett? A kocsi mögött elintézheted. Én is elintézem a dolgot. Kelebő zsurgat. Kihagyjál. Döblo Marula! Itt van a vigyá! Hát vigye meg őt! Vigyed, figyel! Ott is! De soha lett! Hová csüntöd a... Hová csüntöd a gyökér? Nyisd ki ezt a rohadt ajtót! Nem tudom, hogy kell! Azt a repett sarkú anyádot! Bocsi, de a karrierem! Elkötöd a kocsin? De hogy eszembe sincs? És nem egy! Hallott vagy? A látszacsal! Ez egy félreértés! Meg fogja érni! A kezem! Ne látta! Kinek képzeled te vagy? Kinek képzeled? Tudod, ki vagyok én? Tudod, ki vagyok én? Most elpusztítalak! Mit keres itt mindenki? Miért vagy a kórházban? Nem emlékszel rá? Nem. Tűzoltók szedtek ki a kocsiból. Sokáig voltam kómában? Ki az a szajha? Kicsoda? Akivel Tanzániában voltál. Te miről beszélsz? Tudod, mi a te bajod, Greg? Hogy nem tudsz hazudni. Felhívtam az összes hotelt, sehol se hallották a neved. Hagyd abba a kamuzást, vagy szétvágom a fejedet az éjjeli szekrényen! No. Jó. Oké, elmondom az igazat. Egy szavát se hidd el! Ezt miért mondod? Még el se kezdte. Ja, bocs. Ha itt lennél, tökéletes lenne. Ezt te mondtad, igaz? Ezért indultam vissza előbb, hogy meglepjelek. Igen, hazudtam, mikor kerestél, már elhagytam a hotelt. Amikor megérkeztem, nem találtam taxit, és felvett az a lakókocsi. Flo, ha megcsatalak volna, akkor visszajövök ide? Hülye lenne ugyanoda vinni a szeretőjét, ahová a párját. Gyenge a mélyű. Most mit csinálsz? Ha voltál Tanzániában, akkor pecsét van az útleveledben. Még egyszer elnézést a kellemetlenségért. De tudja... Hogy ne tudnám. Minden jót. Auguste? Sajnálom, de nincs pénzem. Én Medi vagyok. Medi? Hol van Greg? Elment Párizsba Cynthiával. Ha, végre egy jó hír. De hogy nézel ki? Arról volt szó, hogy diszkrétek leszünk. Fő, hogy te őrzed az inkognitódat. Okay.
Na, menjünk. Végre felébredt. El kell ragadnom önöktől. Vizsgálatra viszem. A vaszektómiát elhalaszthatja. Ha jó leszel, visszajövök az ápolónő ruhámban. Tudtam, hogy rendes fiú vagy. Itt egy kis hangulatjavító. Kedves Greg, ez a pekszéria ráébresztett egy csomó mindenre. Rádöbbentem arra, milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen csodás feleségem van. Hülyeséget csináltam, de megbántam, úgyhogy felbontom a szerződésünket. Utóirat, felhívtam Cynthiát és közöltem vele, hogy vége. Szegény Kim sírba fakadt, időbe fog telni, míg feldolgozza. Mikael! Az akójában volt a kártyája. Mikael, sajnálom, hogy otthagytam tegnap. Bocsánatot kérek. Kösz, hogy nem felejtetted el az útlevelet. Medinek köszönt, ő figyelmeztetett rá. Egyre jobban bírom, jó fej. Hát, ha veszel, híján lebújtam. Mázlik volt, mint mindig. Halló? Jó napot, uram. Azért hívom, mert vasárnap teljes diszkréció mellett kell találkoznom egy hölgyel, és azt mondták, ön segíthet. Van felesége? Van. És szereti még? Igen, azt hiszem. Akkor miért csinálja ezt? Tessék? Nézze, adok magának egy jó tanácsot. Ne menjen el. Előbb-utóbb meg fogja bánni. Sajnálom, nem segíthetek. Viszlát. Akkor hát viszlát. A robogója előállt, elnök úr. Megbánod, hogy át akartál verni. Halló. Greg, nagy gáz van. Ellopták a laptopodat. Rajta van minden adatunk. Cynthia volt. Tudom, láttuk a biztonsági kamerán. Utána mentünk, de már nem találtuk a hotelban. A recepció szerint taxit kért és a reptérre ment. Vissza kell szereznünk a laptopomat, különben végünk van. Irány a reptér, én is indulok. Oké. Segítsenek, kérem! Már itt is van. Mindjárt megszűnt, ez már a hatodik terhesség. Jól van, jöjjön. Én minden ember lesz. Ugye, doktor úr? Persze, ne aggódjon, nem kell. Hány perces fájás? Arról kérisnek, hogy ilyen, ne szólj be, Moret! Majd otthon ápol! Mi van? Mi van? Hé! Hey, hogy rohadtál meg, te kurva betét! Ide a járgány, vagy kitépem az összes fogadat! Egyszerűbb, ha kiveszem, mert prackom van! Most mi van? Erd már fel a segget, kis csicska! Ne bántson! Mire visszajönök, megvárod!
nap top híre, alibi.com. Ez a cég neve, amit Gregory Van Hoof felalapított azzal a céllal, hogy alibit szolgáltasson takargatni valójukat leplezni akaró ügyfeleinek. Csak sajnos a szupertitkos adatokat közzétette egy bizonyos Cynthia Bellini, a társaság egyik áldozata. A megbízók között a showbizniszből ismert hírességek is vannak, de több politikus is fordult már hozzájuk. És most további szép napot mindenkinek, főleg az alibi.com ügyfeleinek. Azt hiszem, nagyon rájuk fél. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Milyen meglepetés! Szent János Intézet. Falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Várni fel! Jöjjön, elmehet! A bíróságon találkozunk! Flo, én vagyok! Nyisd ki, jó? Tudom, hogy itt vagy. Apád mondta! Flo! Beszélnünk kell. Ugyan minek? Csak azért nem mondtam az alibi.com-ot, mert attól féltem, hogy elveszítelek. Amikor Gerard beállított, nem tudtam, hogy az apád. Amikor megtudtam, már késő volt, csapdába este. Azt képzeltem, hogy veled a világ legboldogabb nője lehetek. De a legszerencsétlenebb lettem. Adj még egy esélyt. Nem, Greg, már késő. Tovább léptem. Ez szerint vége? Nem, az lehetetlen. Tudod jól, hogy mi összetartozunk. Mint Brandon és Kelly a Beverly Hills-ben. Ez kicsoda? Mondtam, hogy tovább léptem. A lakással kapcsolatban megegyeztünk. A Beverly Hills-ben Kelly végül Dylanhez megy. Ugyan nem Natás, de ki maga? Induljon, a sarkon kiszállok. Bocs, de a barátnőmet várom, pár lépés gyalog. Nem ajánlom, hogy felhúz, minél előbb elindulsz, annál hamarabb visszajössz. Hí, bácsi! Mi van, kislány? Miattad válnak el a szüleim, te seggfej! Jó választás lehet a busz is, vagy... Induljon már el! Jó, de csak a sarokig. Visszaküldve. Can't you feel? Can't you feel? Can't you just feel my love in a way?
Megveszi az egész standot? Az is lehet. Még sose láttam ilyennek apádat. Hogy tudtál neki megbocsátani, csodállak? Ahogy szeretünk, úgy tudunk megbocsátani. És én nagyon szeretem. A legszebb csokor a legszebb asszonynak. Nézd, nem Morris jön ott? De a fiával. Menjetek, veszek palacsintát. Parancsoljon, mit adhatok? 3 cukrosat kérek. Igen. Valami innivalót hozzá? Hát... Nem. Bánüfer! Igen? 4 évig. Hogy mi? 4 évig csalt, miattad? Igen, nagyon sajnálom, de ez már a múlt. Jó van, na, nyugi. Most mondtam... Figyeljetek, srácok! A pénz kell, egy vasam sincs. Lehúztam a redőnyt. Csődbe mentem. Leszarom a pénzedet, te tahó! Én azt akarom, hogy megbánd, amit tettél! Hidd el, rohadtul megbántam. Emiatt vesztettem el életem szerelmét. Ezt az enyémért kapod. Megjegyezd! Hagyják abba! Mit röhögsz, majom? Örülök, hogy ilyen mászlin van. Mi? Mondtam, hogy elhagyott a szerelmem. Így semmi értelme se lenne folytatni. Úgyhogy oké, fejezd be, amit elkezdtél. Gyerünk, fiúk! Mire vártok? Ez lökött. Na, mit elszólt? Adj már egy hatalmasat! Hagyd, de ez komplett elme baj. És bűzlik a piától. Üssetek, vágjatok! Nem vagyok az apáta! Flo! Megvagy? A lelkigyötrésről áttértél a testére? Nagyon fáj. Hát nem kicsit. Fú, micsoda szemétbanda. El kell kapni őket, ugye van kamera? Hát remélem. Megnézném a pörgőrúgásomat. Flo, mit tegyek, hogy megbocsáss nekem? Ostorozzam magam? Nyaraljak egy hétig Morrisszal? Ha akarod, hagylak nyerni a bowlingon. Ígérd meg, hogy soha többé nem hazudsz. Megígérem. Mondtam már, hogy szeretlek. Nem. Szeretlek. Szóval 3 voltak? Munkás ruhában. Haragszom magamra. Miért nem voltam mellette? Én lefejeltem volna őket. Az alibi óta mivel foglalkoznak? Új irodát nyitottunk. Kapcsolatok megmentésén fáradozunk. Tényleg? És sikeres? Aha, annyira, hogy végre el tudtam költözni anyámtól. Elég kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezünk. Milyen szexis egy betört fel? Mit gondolsz, miért rúgtalak le? Hiányoztál, te kis hülye. Te is neked. Vissza akarja szerezni? SOS-kapcsolat.com Vége.com J'ai un message pour vous.
DJ, balance les beats. Magyar hangok: Szabó Máté, Csuha Bori, Törköly Levente, Kovács Nóra, Hanvas Dániel, Varga Gábor, Pap Kati, Sótonyi Gábor, Várkonyi András, Molnár Levente, Gubik Petra, Papucsek Vilmos, Epres Attila, Sarádi Zsolt, Jakab Márk, Péter Rihárd, Bognár Tamás, Makranci Zalán, Láng Balázs, Kapácsi Miklós, Bánfalvi Eszter, Kiskovács Uca, Dózsa Zoltán. Magyar szöveg Molnár Anna, hangmérnök Farkas László, vágó Kajdácsi Viditta, gyártásvezető Kablai Nica, szinkronrendező Dóci Orsolya. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza a Big Bang Media. Mais je ferai exception pour Ronaldo. Elles ont tellement de fils, toutes ces nanas-là, qu'on pourrait croire qu'elles bossent chez Bricorama. Même à ton chihuahua, tu dois lui mener la vie du oh, oh. Alors que moi, j'adore. J'ai des manteaux de fourrure. Marbé Michto qui te met sur messagerie. Si sur le parking tu n'as pas une Ferrari. Si t'as une Dacia, elle se retourne pas sur toi. Alors que moi je m'en fous dans tes sympas. Marbé Michto, tu pécho en un quart d'heure. Si tu leur dis que tu es un footballeur. Contrairement à toi, moi j'ai un grand cœur. Une fois je suis même sorti avec un chômeur. Avec un chômeur. Avec un chômeur. Oh, chômeur, chômeur. Les Michetots, arrêtez de vous la jouer perso. Faites comme moi. Offrez vos Louboutins aux petits Africains qui meurent de faim. Et si vous avez du parfum, n'hésitez pas, ils en ont besoin. Hashtag pince à linge. Moi, après le tsunami, je leur ai même offert mon sac Gucci. Hashtag ancienne collection. Et c'est là qu'on se dit que le monde est injuste. D'un côté, ils manquent de l'eau, et de l'autre côté, ils en ont trop. Hashtag pas cool.